Jó estét kívánok! Május 1-én köszöntöm Önöket, ez itt a Gyöngyös Ma című műsorunk, amelyben egy olyan témával kezdünk, amely valóban mindenkit érint, hiszen idén is lesz részvételi költségvetés, ám néhány változás is szóba került a legutóbbi képviselőtestületi ülésen, hogy idén mennyi pénz jut rá és hogyan változnak a szabályok, arról Kárpáti István alpolgármesterrel beszélgetek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát már nem az első és nem is a második évnél tartunk. Milyen változások kerültek szóba a részvételi költségvetést illetően a testületi ülésen most? Igen, hát 2021-ben vezettük be gyöngyösen a részvételi költségvetést, úgyhogy ez most már a harmadik év lesz. Hát alapvetően ugye az első két évben a hivatal szervezte és szabályozta teljes mértékben az egész projektet. Ezt egyébként más, főként hazai egyébként, de részben külföldi példákat tanulmányozva csináltuk. Most idén képviselő indítványra a testület úgy döntött, hogy ő szeretné szabályozni az egész folyamatot, ez nyilván joguk van, úgyhogy először március ülésre került be egy szabályzott tervezet, ott volt egy másfél órás beszélgetés vagy vita a tervezetről, és aztán lekerült a napirendről, elnapolta a testület az április ülésre. Ennek örültem, mert én azt láttam, hogy több képviselő nem rendelkezik megfelelő mennyiségű információval az egész projekt kapcsán, ugye elvi szinten sem, meg gyakorlati szinten sem, úgyhogy nem lett volna jó, hogy úgy hoz döntést, úgyhogy elnapolta a testület. Én kértem őket egyébként, hogy április folyamán nyugodtan küldjék el e-mailben a szempontjaikat, és akkor beszerkesztjük akkor az előterjesztésbe, beköltségelve a lehetséges hatásokat is vázolva. Ilyen egyébként nem történt, a bizottsági módosítók jöttek ahhoz a második variációs tervezethez, amit áprilisi testületre készítettünk, azok közül van, amit be tudtunk fogadni, van, amit nem tudtunk befogadni. Végül is szerintem egy olyan szabályzat készült, ami ugyan szerintem az én ilyen szabadelvű lelkemnek picit néha túl szigorú, de azért mindenképpen vállalható, és a projekt az futatható ebben az évben és meg a következő években is. Azt tudjuk elvileg, hogy 8 millió forint áll majd idén rendelkezésre, van-e olyan változás, ami már biztos? Hát gyakorlatilag minden változás biztos abból a szempontból, hogy ezt elfogadta a testület, tehát nyilván ezeket a pontokat majd át fogjuk ültetni a gyakorlatban, tehát ez megvan. Olyan 8 millió forint az nyilván fix, ennyi volt tavaly is, meg idén is. Az is fix, hogy továbbra is három nagy szakasza lesz az egész projektnek. Ugye van a javaslattételi szakasz, a hivatali szűrés, illetve a szavazási szakasz. Most ugye az változás, hogy a testület pontosan megszabta, hogy melyik szakasz hány napig tartson. Hát eddig is megszabtuk egyébként, de mindig adott évekre szabtuk meg, és ezt a honlapon kommunikáltuk. Most ez egy szabályzatban is fog szerepelni, hogy 30 nap, 30-30 nap egyébként, tehát mindegyik szakasz körülbelül egy hónapig fog tartani, meghosszabbítható, ha akarjuk. Hát szintén változás egyébként, hogy gyakorlatilag korábban bárki tehetett javaslatot. Én úgy gondoltam egyébként, most is úgy gondolom, hogy bárkinek lehet jó ötlete gyöngyös fejlesztését illetően. Most itt a testület szigorított, tehát hogy csak gyöngyösi lakhelye rendelkező emberek tehetnek javaslatot, ez a szavazásra is fog vonatkozni, illetve végül is itt is volt vélemények, hogy milyen korhatárt szabjunk meg. Ugye korábban nem volt alapvetően korhatár. A testület mindenképpen akart korhatárt húzni, úgyhogy én azt javasoltam, minél alacsonyabb korhatár legyen. Tehát ne 18, hanem 16 év legyen a korhatár. Tehát elfelületi gyöngyösi lakcímmel rendelkező emberek tehetnek majd javaslatokat, illetve vehetnek részt a szavazáson. Hát ezek szerintem a legfontosabb változások, illetve még egy fontos változás. Korábbi években is volt offline része az egész folyamatnak, ugye a javaslattételi szakasznál alapvetően. A szavazásnál ott igazából aki offline akart szavazni, az is online szavazott, mert voltak olyan szavazó pontok, ahol például a művelődési házban, ahol egy laptoppal várták azokat, akik nem tudtak, vagy nem akartak saját maguk online szavazni. Erre egyébként nem mutatkozott elementáris igény ez a tapasztalat. Most viszont a testületnek ez volt a mindenképpen kérése, hogy legyen lehetőség offline szavazásra is, és három helyszínen, amit a testület kijelölt, hogy hol, ugye ez a Városháza, a Műfház, illetve a Könyvtár, ezeken a helyszíneken lesznek kitéve szavazó dobozok, és gyakorlatilag oda lehet bedobálni a szavazólapokat, aki offline szeretne. Egyébként szervezés technikai szempontból mindenképpen egyszerűbb mindenkinek online szavaz, úgyhogy én kérek mindenkit, hogy aki képes az online szavazni, neki is könnyebb, meg a hivatalnak is könnyebb összesíteni
az információkat. Van-e már dátum, hogy mikor indul el idén? Nincsen, azért nincsen, és most nem tudok mondani, mert ugye tudtuk, hogy a testület fogja újra szabályozni az egész folyamatot, de nem tudtuk, hogy hogyan fogja újra szabályozni. Ezért nem is tudtuk már korábban előkészülni, hogy akkor majd elfogadja a testület, és akkor majd indulunk, mert nem tudtuk, hogy milyen szabályozásokat kell végrehajtani, akár szervezési, logisztikai téren, akár pedig az informatikai téren. Úgyhogy most már ugye szerdán meghozta a döntést a testület. Hát én azt gondolom, hogy most a jövő héten fogok egyeztetni alapvetően az informatikusokkal, mert ez nyilván függ attól, hogy ezeket a változtatásokat, amit a testület szeretne, azt mennyi idő alatt tudják végrehajtani, megbízhatóan, nyilván tesztelni is kell, logisztikailag előkészülni, nyilván a marketing anyagokat is gyakorlatilag mostani szabályzatnak megfelelően kell majd update-elni, és meg upgrade-elni, ugye mind a kettő, mert nem csak a dátumokkal kapcsolatos, hanem a tartalommal, és akkor utána lesznek majd dátumok. Én mindenképpen azt szeretném azért, hogy maga a javaslattételi fázis, az mindenképpen elinduljon már valamikor így a nagy nyári szabadságolások előtti időszakban, tehát hogy a korábbi években egyébként április végén már elindult, hát ez most biztos nem fog, tehát hogyha mondjuk május vége felé elindul a projekt a javaslattételi szakasszal, akkor azt jelenti, hogy kis csúszással, kis fázis-késéssel, ami nem baj egyébként, de valamikor a nyár későbbi része, második fele folyamán fejeződne be az egész a szavazással. Már nincs sok időnk a beszélgetésre, de azért egy picit beszéljünk a hivatali szűrési szakaszról, mert hát, hogyha jól tudom, akkor érkeztek korábban is olyan javaslatok, amelyeket igazából nem a részvételi költségvetésből kellene megvalósítani. Mi az, amire tehetnek javaslatot, és mi az, amire ne? Hát alapvetően bármire tehetnek, csak akkor, ha nem olyan, ami nem felel meg a feltételeknek, azt sajnos ki fogjuk szűrni. Ugye először is van 8 millió forintos keret, hogyha valaki olyan javaslatot tesz, ami messze-messze több, mint ez, akkor nyilván valaki fogjuk szűrni. Illetve, hogyha olyan javaslatot tesz, amely nem önkormányzati jellegű hatáskör, tehát például állami intézményre vonatkozik, vagy magánjellegű építményre vonatkozik, azt sem tudjuk alapvetően befogadni. Olyan előfordult sok javaslat kapcsán, hogy félig meddig jó volt, és akkor felvettük a kapcsolatot a javaslattevővel, és akkor megegyeztünk vele, hogy lehetne úgy átalakítani a javaslatot. Tehát lehetett kompromisszumot kötni valamilyen szinten? Igen, igen. Ezt egyébként mindenki örült neki, hogy felhívjuk és elfogadták a javaslatot, mert úgymond ők nem tudták, hogy az a rész az nem megfelelő. Most egyébként ez is változás, korábbi években hát alapvetően a legtöbb javaslat, hogy városüzemeltetési jellegű volt városrendészi, rendészeti vagy kulturális jellegű ilyen témájú javaslat is, és mindig az adott személyekkel egyeztettem, hogy az befogadható-e. Most a testület felállított egy úgynevezett részvételi tanácsot, és gyakorlatilag ez a tanács mindegy testület fog erről dönteni. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a releváns szakember véleményének elfogadásával, tehát egy kulturális projekt kapcsán nyilvánvalóan a testület, vagy a tanácsnak a tagja, ugye a műfázvezetője, az ő véleménye lesz a mérvadó, hogyha a városüzemeltetési jellegű van, akkor pedig a városüzemeltetési igazgató, vagy igazgatóság embere véleménye lesz mindenképpen a mérvadó, és gyakorlatilag az alapján dől el, hogy szavazásra kerülhet-e az adott javaslat, vagy nem. Bízunk benne, hogy remek jó javaslat fog érkezni, több jó javaslat fog érkezni, a pontos dátumokról pedig nyilván majd a város honlapján is utána lehet nézni, hogyha elindul. Alpolgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm. A műsort azonnal a Black Jam Tánciskola legutóbbi sikereivel folytatjuk.